Üdvözlöm Önöket az online márkaboltok hatalmas budapesti raktárából, ahol most egy szabadon álló kombinált tűzhelyt fogok Önöknek bemutatni. Ugye ez egy 50 cm széles készülék, 85 cm-es szabvány magassággal, ami ugye fölül ugye gázrózsákkal üzemel, míg alul egy elektromos sütőtér kapott benne helyet. Ugye ezek a kombinált tűzhelyek szerintem a szabadon álló készülékekből ma a legnépszerűbbek, hiszen ugye ötvözik a gáznak a hasznos tulajdonságait, a villanynak a hasznos tulajdonságaival, hiszen egy elektromos sütő azért lényegesen több lehetőséget tartogat, mint egy gázüzemű sütőkészülék. Először ugye kezdjük a főzőlappal. Ugye külön vezérlése van minden egyes főzőzónának, fokozatmentes beállítással, illetve ugye szikráztatóval, egykezes szikráztató van egyébként, zománcozott edénytartórácsok vannak, van egy bal első, az egy kis főzőzóna, a két hátsó azok ugye közepes méretűek, és a jobb első az pedig egy nagy főzőzóna. Van hozzá egyébként egy biztonsági üvegből készült lehajtható tető, és akkor ezután áttérhetünk a sütő részre, aminek ugye itt középen van a két vezérlője, illetve itt van egy kijelző is, ami ugye az aktuális időt, illetve a beállított időt fogja mutatni Önnek. Itt lehet egyébként az időzítést is vezérelni, és akkor a baloldali tekerő fogjuk tudni ugye beállítani a kiválasztott funkciót. Van egyébként egy hidrolitikus tisztítás funkció, ami egy gőztisztítás, erre is van külön program, van kiolvasztás, van egy gentle bake, lassú sütés funkció, amivel ugye húsokat lehet például sütni, van alsó sütés légkeveréssel, van hagyományos sütés, légkeveréses grillezés, nagyfelületű, kisfelületű, alsó-felső sütés is, ugye a nulla az pedig a kikapcsolás, illetve 50 és 275 fok között állítható be a hőmérséklet. Hogyha kinyitjuk ezt a sütőajtót, akkor egyből látszik, hogy ez egy dupla üvegezésű, átszellőztetett sütőajtó, ami ugye garantálja azt, hogy a külső üveg az nem lehet annyira meleg sohasem, hogy égési sérülést okozzon. Ugye ez a belső üveg, ez könnyen eltávolítható, és a két réteg között könnyen tisztítható az üvegfelület. Tartozékként fognak kapni az egy rendkívül nagy, mély tepsit, egy lapos tepsit, illetve egy sütőrácsot. A sütőtérben egyébként automatikusan kapcsol a világítás sütés közben, és ami még nagyon fontos, hogy egy 62 literes űrtartalommal rendelkezik, és ugye a Gorenjének a szabadalmaztatott, illetve saját elnevezésű homemade designú sütőtere van, ami ugye a régi fatüzelésű kemencéket hivatott, hogy is mondjam, meg feleleveníteni, mert hogy olyan hőáramlás van benne, mint ezekben volt régen. És akkor amit még érdemes megemlíteni, hogy itt alul van egy tároló, ami egyébként billenős tároló. Itt lehet akár a tepsiket tárolni, vagy akár egyébként melegen tartó fiókként is lehet használni. Ez a remek kombinált tűzhely a Gorenje K5341SJ, melyet a gyári garancián felül hivatalos garancia plusszal is megvásárolhat webáruházunkban. Bővebb információért kattintson a leírásban található linkre, vagy keresse fel weboldalunkat. Hogyha tetszett a videóm, nyomjon egy lájkot és iratkozzon fel YouTube csatornánkra!